Valaki egy korábban kibontott és elvitt ablak nyílásán mászott be egy jászjákó halmai házba, és az ágyon lévő párna alól elvitt egy pénztárcát, amiben 14 ezer forint volt. Csak hamar kiderült, hogy az elkövető nem más, mint a sértett unokája. Arra is fényderült a nyomozás során, hogy az ablakot is ő bontotta ki és lopta el még szeptember 4-én. A nyomozók egy harmadik bűncselekményel is meggyanúsították a bűnelkövetőt, ugyanis korábban egy halmai házból 55 ezer forintját vitte el egy helyi asszonynak, aki egy dobozban tartotta megtakarítását. Elfogták és előállították a 18 éves fiatalt a Jászberényi rendőrkapitányságra, ahol három rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Beismerő vallomást tett, elmondta, hogy a megszerzett összegekből cipőt és ruhát vett, az ablakot pedig rég eladta. A nyomozó hatóság őrizetbe vette a gyanúsítottat és kezdeményezik letartóztatását.